kell nézni a szakmaiság oldaláról. És most vonat után hajó, egy egészen apró hajó, egyszer egy méteres ágyjal, és 3 évvel ilyen körülmények között ezt az utat hajtotta végre Méder Áron, ugyanis körbevitorlázta a földet. Méder Áron 2006. szeptember 24-én indult el föld körüli útjára a mindössze 6 méter hosszú, 2 méter széles Karina nevű kis vitorláshajóval. Eredetileg 2 évre tervezte az utazást, ám az időjárás közbeszólt, így a hurrikánok miatt sokszor hónapokig kellett várakoznia egy-egy szigeten. Végül 3 év elteltével idén szeptemberben érkezett vissza föld körüli útjáról. A teljesítménye így is nem csak magyar rekord, hanem európai rekord is, ugyanis ilyen kis hajóval Európában még senki sem mert arra vállalkozni, hogy megkerülje a földet. És az én felkészülésem meg az volt, hogy én vitorláztam gyerekkorom óta, néhány év versenyzés, és a fő szerelem volt a vitorlázás oktatása. A finanszírozás nehéz volt, mert ez olyan projekt, vagy olyan terv volt, aki senki nem hitt benne, és így amikor indulásom előtt fél évvel, évvel kerestem cégeket, akkor általában nem tudtak, úgy érezték túl kockázatos ez a terv, és nem tudtak nagyon beleszállni. Volt néhány támogatóm, akik segítettek. A hajó Szlovéniából Koperből indult, Gibraltáron át, az Atlanti óceánon keresztül, Dél-Amerika, Panama csatorna volt az útvonal, aztán a Csendes óceán következett. A kis lélekvesztővel áthajózott az Indiai óceánon is, a Suezi csatornán, és végül a földközi tengeren keresztül Koperben ért véget az expedíció. Az óceán átkelések azok a leghosszabbak, ugye 39 nap volt az Atlanti, Panamától Galapagoszig 40 nap volt, nem volt szelem, nagyon kilátástalannak tűnt minden, azt gondoltam, soha nem érkezek meg Galapagoszra. Utána Galapagosztól Nukuhiváig, Francia Polinézia 52 nap volt, ez volt a leghosszabb. Átlagban 3 hetet mentem, volt, hogy 2-t, volt, hogy 4 hetet. A másik nehézség, ha mondjuk egy nagy vihar, ugye? Vagy egy rossz idő, egy nagyon szél. Én soha nem fordultam át, soha nem volt az, hogy felborult a hajó, ugye? Ez egy nagyon veszélyes dolog, egy tőkesős hajó, ha teljesen felborul. Egyszer történt az, hogy ugye az árboz csúcsa érte a víz felszínt. Angolul azt mondják, hogy knockdown, tehát amikor így 90 fok dőlés, és nagyon sok víz bejött. Ez egy veszélyes is, hogy nehogy tönkre menjen a rádió, vagy a valami más. És akkor éjszaka hirtelen ez egy olyan pillanat volt, hogy ami olyan furcsa volt, hogy most mi történt, és úgy csak a rutin vitt tovább, és a feladatok megoldás. Méder Áron azt mondja, ami átsegítette a nehéz időszakokon, az a meditáció és a hit volt. Minden tengerész vallásos, minden, aki hajóra száll, az kicsit vallásos. Általában aki nem vallásos, de jön a nagy vihar, az is hirtelen fohászkodni kezd. Hát nekem volt a hajón egy biblia, és nekem fontos volt ez is egy kicsit. És mennyire lett más ember, mint amikor elindult? Mi a legfontosabb tapasztalat? Talán több szeretet van bennem, én úgy érzem. Meg ugye kicsit jobb ember akarok lenni, számomra ez fontos. Talán most számomra nem fontos a pénz, meg nem fontos az anyagi dolgok, mert rájöttem, hogy megtapasztaltam, hogy működik egy világ Európán kívül, és nekem mindig fontos, és most is fontos, és előtt is fontos volt, hogy a fontos fejlődés, és akár szakmailag, akár vitorlázásilag, de akár a meditációban, vagy akár abban, hogy kicsit jobb ember legyek, ennyi. Mik a további tervek? Hova indul legközelebb a Karina? A hajó most itt lesz októberig, itt a Batthyány téren, az Európa hajó mellett, bárki megnézheti, itt vagyok délutánonként, és aztán jön a jég, és valószínűleg kikerül a vízből. Írok egy könyvet az utamról, ami karácsonyra fog megjelenni, és hát remélem a vitorlázás marad hobbinak, de nekem nincsenek nagy terveim, nincsenek nagy álmaim egyelőre még.